A nagymamáj egy egész más világ, ő gazdagabb lett, hogyha ár. Szíve csodás mesékkel van tele, és nem bolondít, andalít vele. Ha rossz vagyok, homlokát átkutya a bú. Aztán volt, nincs háború. Ha könnyem csordul, lecsókolja ő. Bármikor hívom, frissen jön elő. Játszani velem minden percben kész. Ezért szeretem, ennyi az egész. Hát látló, milyenek a nagyapák. Unokák szavaival így szól a nagyapadat. Dédelgetik, dúdolgatja ki szívében fiatal. Mint a kerek, mint a termőgazdagák, olyanok a nagyapák. Kardjukon mint bimbók ülnek gyerekek és unokák. Mint a kerek frisztipók, olyanok a nagyapók. Ízesek is, melegek is, bár nem boltban kaphatók. Mint az ágy lágy paplana, olyan minden nagyapa betakargat, elaltatgat, vigyázz reánk éjszaka. Mint a lombos almafák, olyanok a nagyapák. Gyümölcsük az unokáknak, érlelik egy életen át. Köszönet nagymamának! Este elaltat még ajkám, csillagmesék szép szava, még az álmaim is őrzi a gondos jó nagymama. Szeretetét, törődését megköszönöm neki ma, és sokáig egészségben édes tudák a nagymama. Szálljon ezer áldás a jó nagymamára, mindig napsüssön gyönyörű hajára. Vidám legyen élete, mosolygás és derű. Ne legyen egy nap sem szomorú, keserű. Közöttünk erőben sokáig maradjon, az élet még sok boldog évet adjon. Szeretet kísérje egy életen át, sokáig éljen a mi drága nagymamánk. Ahány felhő fel leveg az égen, ahány csillag lángol csodaszépen, őrzi és nyuszi az erdőn, ahány van, ahány harcsa úszik a Dunában, ahány kifit megsüt a kemence, ahány legyet fog a füsti fecske, éljen itt ma mindenkit annyi öröm és szerencse. Kedves vendégeim, a 6. osztályosok köszöntő műsorát hallották. Következik egy futballadó. Mozart varázs futballájából hallanak egy részletet. Előadja Nagy Lilla és Sudár Eszter. Ezt követően hallgassák meg Bakony Zitától a 3 köze című mesét. Örömében minden egyébről megfeledkezett.
Egyszer csak látja a legkisebbik lány, hogy fut a tej. Felugrik és hihetten kiállt. Put a tej, édesanám! Mire a középső rászolt szigorú hangon. Ne fújj te! Nem szabad fújni! A legidősebb meg büszkélkedik. Lád, én ezt ott tetólok! A kérő kimerett szemmel bámult rájuk egy percig, aztán fogta a kalapját, és szó nélkül elment, még a kávét sem várta meg. Oh, my God.
anyuka megnézik, levágunk, jó lesz babám a nyáron. Ha megnézik, levágunk, jó lesz babám a nyáron. Szűrünk volna tanisznyám, mindjárt megházasodnánk. Szűrünk sincsen tanisznyám, meg sem házasodnánk. Szűrünk sincsen tanisznyám, meg sem házasodnánk. Ingen, gatyám, te szennyes, magam kapjuk szerelmes. Ingen, gatyám, eladó, én is megházasodom. Ingen, gatyám, eladó, én is megházasodom. Kicsiket te sátunkat,
tudok egy születésnapost, aki rövidesen ünnepeli a születésnapját, az Lott Ferencné. És azt hiszem, hogy önöknek is ez egy majdnem csak olyan, mint egy születésnap, mert ez is egy évben egyszer van, és szeretnék egy születésnapi éneket elénekelni önöknek és a születésnaposnak. Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kell fel reggel a nap, és másként jár a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Ajándékul fogadd el vidám kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánom, hogy legyen még sok ilyen szép napunk. Megint egy évvel öregebb lettél, és bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékeid, és légy nagyon vidám. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Ajándékul fogadd el vidám kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánom, hogy legyen még sok ilyen szép napunk. Tavasz után eljön a nyár, és ősz után a tél. Minden évben eljön a nap, amikor születtél. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Ajándékul fogadd el vidám kis dalom. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánom, hogy legyen még sok ilyen szép napod. És akkor most boldog születésnapot. Szabó Lenke, elszállt idő. Ez is szálakat szőrt, ritkuló hajadban, ráncokat rajzolt szép sima arcodra. Szemed csillanása, fakó az elszállt időtől, vállaid roskadnak a múló tehertől. Kegyetlen az idő, rohamba szállt feletted, erre volt a ifjúságod, hanyatlik az életed. Idős lelked megrezzen, mint sárguló levél, vajon merre, hova sodor a hideg őszi szél? Hited, szereteted megmarad lelkedben, ifjúságod emlékeit őrzöd a szívedben. Szeretet, emlék, drága kincs, égi jutalom, Jézus szívét szeretni, édes fájdalom. Imádkozva jársz, bízva Istenben, hogy ne csillogjon könny idős szemeidben. Keserűség könnye, ha gyötörné életed, gyermekeid szeretete örködjön felette. Ne legyen neked teher a megtört életed, adjon boldogságot a baráti szeretet. Akkor is légy boldog, ha magány kapuit zárja, és légy boldog akkor is, ha a halál két szemed lezárja. Köszönöm szépen! Öreg az ország, mit azt mondom. Úgyhogy mi meg érezzük magunkat fiataloknak, mert minden és minden azon múlik, hogy itt belül lélekben hogy érezzük magunkat. Isten igéje, amelynek alapján akarok szólni néhány rövid mondatot, megírva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele, negyedik részében, a negyedik rész 29. és azt követő néhány versében. Semmi rothadt beszéd szátokból ki ne jöjjön, hanem csak ami jó, ami szükséges az építésre, és áldásos a hallgatókra. Ne szomorítsátok meg az Istennek szent lelkét, aki elpecsételt titeket a megváltás nagy napjára. Minden keserűség, dű, harag, lárma és Isten káromlás szűnjön meg köztetek minden gonoszsággal együtt. De legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
Kedves testvéreim, azt mondhatnám valóban, hogy nincs ezen a világon semmi olyan gyógyír, mint Istennek az igéje. Istennek az igéből is pedig azok, amelyek a megbocsátásra, a szeretetre tanítanak bennünket. Nos, ugye az idő múlásával, de hát az időnek az a dolga, hogy múljon, meg csak menjen felettünk, de kevés nyomot hagyjon rajtunk. De az idő múlásával azért észreveszünk azt, hogy talán nem olyan a munkabírásunk, mint néhány évtizeddel ezelőtt volt. Aztán ilyesmiket is észreveszünk, hogy érzékenyebbek vagyunk, könnyebben megsértődünk, könnyebben erőt vesznek rajtunk belső indulataink, és ezáltal valamiképpen emberi kapcsolataink is könnyen megromlanak, vagy elromlanak, ha nem vigyázunk kellőképpen. Isten egy örök, egy csodálatos mintát adott nekünk, hogy meg tudjuk őrizni a lelkünk ifjúságát, azáltal, hogy felragyogtatta reánk és adja nekünk a mi bűneink bocsánatát, és kész nekünk megbocsátani. Isten megbocsátására kell odafordítsuk a figyelmünket, mert ez olyan, aminek nincsenek feltételei. Egyszerűen megbocsát az Isten. És bennünket is erre készlet, hogy ebben gyakoroljuk magunkat, hogy meg tudjunk bocsátani. Mi a megbocsátás? Sokan azt gondolják, hogy hát ez aféle feledés. Most nem erről van szó, mert nem feled el dolgokat, hanem a megbocsátás az egy nagyon tudatos emberi magatartás. Kész vagyok megbocsátani éppen abból kiindulva, mert megbocsátott nekem is az Isten. Kész vagyok elengedni másoknak a bűneit vagy sértő szavait, mert az én bűneimet és netán sértő szavaimat, tisztátalan beszédeimet is az Isten megbocsátotta és megbocsátja. Tehát egy olyan alapmagatartást alakíthatunk ki, amiben elhatározzuk, hogy nem sértődünk meg, hiszen nem tudhatjuk, hogy sokszor, akik megsértenek bennünket szavaikkal, vagy indulatukkal, hogy mit hordoznak magukban, milyen tüske van az életükben. Faluhelyen nőttünk fel mindnyájan velem együtt. Visszaemlékszem rá, gyerekkoromban gyakran voltak kelléseim, tehát valami szálka az embernek a kezébe ment, vagy valahova a testébe, az bizony ott könnyen elmérgett. Hát elég gyakran előfordult, hogy ilyen furunkulusok keletkeztek rajtunk, amit hagyni kellett, hogy megérjen, aztán csak utána lehetett kinyomni. Nos, hát lelki értelemben is így vannak ám a dolgok, hogy az apró tüskék, az apró ilyen jelentéktelennek tűnő, de az életünket mérgező dolgok egyre jobban elhatalmasodnak bennünk, egyre jobban erőt vesznek rajtunk, és mondhatnánk, még életveszélyes helyzetbe is sodorhatnak minket, hiszen valamikor, amikor még nem volt vérmérgezés elleni oltás, hát gyakran bizony emberek, gyakran előfordult, hogy tetanusz van, tehát vérmérgezésben elpusztultak, belehaltak. Nos, a lélek világában is így van ám ez, és mindjárt a kezdet-kezdetén lehet segíteni azzal, ahogy az előbb mondtam, hogy az embernek van egy bizonyos védőoltása, ez a védőoltás, ez azt jelenti, amit elmondtam itt az imént is, hogy eleve a szívemben, a lelkemben elhatározom, hogy ha valaki valami sértőt is mond nekem, nem fogok megsértődni rá. Nem hordozom magamban, mert ha magamban hordozom, akkor az elmérget. Akkor az nem másoknak az életét, hanem az én életemet veszélyezteti, sodorja veszélybe, és az én egészségemet ássa alá. Tehát a megbocsátó szeretet, így is lehetne mondani rá, hogy a gyógyító szeretet. A gyógyító megbocsátás. Igen, ezáltal gyógyulhat az életünk. Nos, nagyon vigyáznunk kell, mert gyakran olyan lappangó módon, de mégis lakozást vesz a szívünkben vagy a gondolatainkban egy-egy bennünket ért sérelem,
hogy valamilyen harag, valamilyen viszontagság. Most a példákat mondok, ne vegye senki magára, de hajlamosak vagyunk bizonyos értelemben bosszút állni a rajtunk történt sérelmekért, még akkor is, hogyha ezt gyakran letagadjuk. Na, tegyük fel, Mari néni megneheztel Juli nénire valamiért. Mert úgy szólt neki, hogy nem éppen helyén való volt ez a szó. Hogyan áll bosszút rajta? Úgyhogy elmondja Kati néninek ezeket a dolgokat. Már is bosszút állt vele. Vagy nézzük egy házasságon belül, a feleség megbocsát a férjének, ám de mégis a legjobb barátnőjének elmondja, meg sok mindenkinek elmondja, hogy ő megbocsátottál ezt is, azt is, amaz is. Tudat alatt így áll bosszút, hogy elmondja másoknak. Tehát a megbocsátásunk az mindig feltétel nélküli kell, hogy legyen, ahogy Isten is mondja, hogy a te bűneidet a hátam mögé vetettem, vagy a tenger mélybe dobtam. Igen, a megbocsátó szeretet az, ami így mondhatnánk, hogy fiatalon tartja a lelkünket. Sőt, mondhatnám, ez az, ami megóv bennünket sok-sok bajtól, betegségtől is, mert gyakran a betegségeinknek az az oka, hogy van a lélek mélyén valamilyen elrendezetlen probléma. Ismertem olyan szülőt, aki azért neheztelt meg a gyermekeire, mert ott volt a nagy kerttel, és a gyermekei pedig jó néhány gyermeke volt, de nem segítettek neki, sőt a gyümölcsöktől roskadozó fákat is ott hagyták, nem segítettek neki, hogy leszedje egy gyümölcsöt, vagy egyáltalán gondot fordítsanak arra. És a szívében, a lelkében kialakult egy ilyen belső keserűség, és hamarosan depresszióba esett, és depresszióval kellett kezelni. És egy alkalommal, legyen Biblia órán, egy olyan ige jött elébe, ami éppen a megbocsátás, a kiengesztelődés tanítását adta elé, és néhány héten belül megváltozott az élete, elmúlt még a depressziója is. Elkezdett gondolkozni, és megtalálta az útját, a módját annak, hogy annyit csináljon, amennyi jól esik, meg talált olyanokat, akik segítettek neki, vagy segítenek neki, vagy oda ajándékozta másnak, és meggyógyult a lelke. Lehetne, testvéreim, sorolni a köztünk gyakran fennálló különféle feszültségeket, sérelmeket, sokszor családon belül, sokszor testvérek között, amelyek már-már évtizedes gyökerekre nyúlnak vissza, és ezek egyre inkább elhatalmasodnak. A pszichológusok azt mondják, hogy idővel átszervülnek, tehát valamilyen szervi bajban, nyomorúságban is jelentkeznek. Megbetegszik valakinek valamelyik szerve, gyomorfekét kap, vagy netán gyomorrákja alakul ki, és lehetne sorolni még különféle bajokat, nyomorúságokat, amelyek szerveinkben, vagy egész szervrendszerünkben, életműködésünkben kialakulnak, pusztán azért, mert van belül a lelkünkben valami rendezetlen gond, valami rendezetlen probléma, amire nem tudtunk fájtnak borítani, amit nem tudtunk megbocsátani, mert hordozzuk magunkban, és valamilyen tudatalatti módon még akkor is, hogyha már úgymond azt mondjuk megbékültünk felőle, vagy nem törődünk vele, de még mindig bennünk van az a tüske. Drága testvéreim, az Isten igéje gyógyító ige, és gyógyítja a lelkünket. Az idő és napjaink, életünk időszaka, amivel megajándékozott bennünket a mindenható, higgyük el, sokkal örömtelibben, sokkal egészségesebben, erőteljesebben, és sokkal kívánatosabban fog számunkra szolgálni, és fog számunkra megtörténni az eljövendőkben, ha készek vagyunk és hajlandók vagyunk odafigyelni
az Isten bűnbocsátó szeretetére, mert miben is mutatta meg Istenünk az ő szeretetét? Hogy amikor még a bűneinkben voltunk, amikor a bűneink uralkodtak felettünk, ő már akkor, mintsem tudtuk volna, elküldte értünk Jézust, és Jézus magára vette, és Jézus ma is magára veszi a mi bűneinket. Oda vitte őket egyszer s mindenkorra a Golgotai keresztre, hogy ott oldódjon meg az a bűnkérdés, ami bennünket gyakran beteggé, nyomorultá tesz, vergődővé és gyengévé tesz, ami elveszi, elszívja az életenergiáinkat. Nos, éljünk a felkínált isteni kegyelemmel, hogy a felkínált isteni kegyelem nyomán erőteljesebb, egészségesebb legyen az életünk, és adja meg a mindenható Isten jövőre vagy azután, úgy találkozzunk itt, hogy ne tűnjön fel, hogy az idő elszalad, vagy esztendők telnek el, de mi legyünk egészségesebbek, legyünk lélekben fiatalabbak, Istennek kegyelme által. Ezt kívánom, kedves testvéreimnek, Isten nevében, Jézus Krisztusunk nevében. Amen. Köszönöm a polgármesterét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Ma ismét azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük a rendszeresen visszatérő idősek világnapját. Úgy tűnik, mintha tegnap találkoztunk volna, ugyanitt, de azóta nagyon sok minden történt, eltelt egy év, idősebbek lettünk. Az eltelt egy év alatt sajnos többen elmentek közülünk, akik még tavaly itt velünk ünnepelhettek. De már nem lehetnek velünk, és rájuk ezért csak egyet tehetünk, őszinte tisztelettel emlékezünk. A mindennapok harcaiban hajlamosak vagyunk megfeledkezni alapvetően fontos dolgokról, az örömről, a szeretetről, a megbocsátásról, és nem utolsó sorban az adott pillanat okozta boldogságról. Ezek az alapfogalmak nagyon fontosak az idősödő, illetve idős korosztály számára, attól függetlenül, hogy nem is tudjuk minden esetben megfogalmazni konkrétan ezeket. Az idősödő embereknek nagyon fontos, hogy mindig biztonságérzetük legyen, amit egy társ, a család, esetleg a barátok, vagy egy kisebb közösség, civil szerveződés adhat meg számukra. Az egymáshoz tartozás biztonsága érzelmileg gazdagítja az egyént, és ezáltal meg lehet ismerni a másiknak szerzett örömérzését is. Az örömszerzéshez nem szükséges mindig és minden esetben pénz. Ahhoz elég lehet egy vigasztaló jó szó, egy jókor elhangzó dicséret, egy jó tanács, de bármi más is, csupán a jóra való igyekezet, annak felismerése és arra való törekvés is. Önök azok, akik életük nagyobbik felét már leélték, a családért dolgoztak szüntelen, és már belefáradtak abba az igyekezetbe, hogy minél többet adjanak, érzelmileg is és anyagiakban is gyermekeiknek és unokáiknak, az önmaguk háttérbe szorításával. A jövőben gondoljanak egy kicsit önmagukra is, és elkeseredés helyett idézzék fel azokat a pillanatokat, amikor valóban sikeresek és boldogok voltak az életük során. Ha ezt az önvizsgálatot borús napokon, illetve borús időszakban teszik, már meg lesz az első lépés ahhoz, abba az irányba, hogy javítsák közérzetüket, jelen hangulatukat. Az örömszerzés érzése még abban nyilvánulhat meg, hogy hasznossá tesszük, illetve teszik magukat valakiért vagy valakikért. Ha idejük engedi és kedvük van, egészségük megfelelő, szánják rá magukat egy kisebb kirándulásra, kikapcsolódásra, de lehet, hogy elég egy rövid séta is a természetben, főleg olyan emberek társaságában, akiket kedvelnek, akiknek pozitív a kisugárzása, függetlenül, hogy idősek vagy fiatalok, és így jó hatással tudnak lenni önökre ránk. Próbálják megérteni embertársaik gondjait, már csak akkor várható el, hogy önöket is megértsék. Ebben a korban szükség van néha a csendes álmélkedésre is, és a saját önkarbantartáshoz az is hozzátartozik, hogy találjanak maguknak a munkán kívül értelmes időtöltést, talán hobbit is, amely a negatív dolgokról átmenetileg átirányítja a figyelmüket.
Engedjék meg, hogy egy vers részlettel zárjam gondolataimat. Számomra a mindennapok a legszebb ünnepek, melyek végén megköszönöm a küzdelmes életet. Számomra ünnep az öröm, ünnep a bánat, ünnep a fájdalom, ünnep arcomon a mosoly, és ünnep az okok dalom. Számomra ünnep a forróság, a hó, a jég, a hideg fagyok, ünnep minden embertársam, és ünnep, hogy még vagyok. Ezek után tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Csetény lakosságának a 90 év fölötti embereit, hölgyeit, urait. Na most, ahogy itt körbenézek, 90 év fölötti csak az Ácsenő bátyám van itt, de hogyha tévedek, akkor elnézést kérek. És a 90 év az egy nagyon szép kor, a 100 év meg még szebb, és itt jegyezném meg azt is, hogy Csetényben részünk lehetett abban, hogy Molnár Feri bácsi ugyan, aki ma már nem lakik Csetényben, mert elköltöztek, az ő születésnapját ünnepeltük, az önkormányzat is 100. születésnapját a kora tavasszal, és most szeptemberben pedig a Szmulai János néjét, aki úgy látom szintén nem tudott ma eljönni közénk. Tehát két 100 éves embert köszönthettünk ebbe az évbe községünkbe, és 90 év felettiek pedig vannak még az Ácsenő bátyám, a Bognár József bátyám, akkor a Somogyi Istvánné, tehát a Szmulai Jánosnél 100 éves elmúlt, akit mondtam, és Viola Istvánné, azt hiszem más nincs. Tehát igazából ez az öt fő. Úgyhogy, és most megkérem jelzőasszonyunkat, hogy mivel csak úgy látom Ácsenő bátyám van jelen, akkor köszöntse egy kis szerény ajándékkal a 90 évet betöltött tárgyát. És tovább folytatva én megragadom ezt az alkalmat, hogy a nyugdíjas klub is fellépett itt, mint civil szervezet, és én nagyon örülnék neki, mivel információim, illetve az adatok megfelelően 265 fő, 65 éves feletti ember él Csetény községében. És még annyit szeretnék elmondani, hogy megbecsülésünk jeléül fogadják tőlünk a képviselőtestet 1000 forintos vásárlási utalványait, amit majd, amikor az uzsonna megvolt, illetve az ebéd, nem tudom kinek mi, akkor azt követően a jegyzőasszony és a segítői fogják kiosztani távozás előtt, hogy senki ne távozzon annélkül, hogy ezt a kis borítékot ne vegye át. Bágyat kívánok és jó szórakozást, és a későbbiekben pedig nagyon jó egészséget, hosszú életet, és szeretném, hogyha a jövő évben is ebben a körben ugyanígy ünnepelhetnénk. És köszönöm, hogy meghallgattad. Köszönöm. Szabadulj meg titkaitól, tekints fel az égre, mondd el, mi a lelked nyomja, tárulkozz ki végre. Ne feledd, hogy nem olyan rég te is voltál gyermek, emlékkönyvben halványodnak kívánságok, tervek. Tavaszált a szép gyermekkor, 80 felé járunk, ne tagadd le, jó barátom, szeretetre várunk. Ne keress és ne is remélj, csalf a déli bábot, becsüljed meg el ne feledd tit ifjúkori álmod. Minden óra, majd minden perc ajándék mi nekünk, mondd el, mi a lelked nyomja, addig, amíg élünk. Mondjad, mondjad lelked titkát, hisz van egy megváltód, ki meghallgat, ki vigasztal, segítő meglátod. Ne fogadd el gus magányod, néked ezt kívánom, hisz társ nélkül éltünk, nem hisz ezen a világon. Köszönöm.